Hello mindenkinek, Reject vagyok. És most ebben a prototype végigjátszás részben... Hát haladjunk is. Leesett az FPS. Na hajrá. Olyan nem beküldetés, amit kell csinálni. Kicsit megijedt. Na jó, ezt most elnyomom, mert gondolom a legtöbb néző úgyse ér belőle semmit. Bárki tudja. Ja, ugye még az utolsó eventet még itt végignyomtam, miután abba hagytam a videót. Jó. Oh. Még egy ilyen kék genya. Na, miért nem vetted föl? Nem időre megy ez, úgyhogy ráérek én itt köze fölvenni egy-két dolgot. Yeah. Ez a szabadon szaladgálás, ez nagyon komoly. És igen, sikerült ide landolni. Ah, jókor egy épület. Gentek. Itt dolgoztunk. Először is egy katonát meg kéne konzumolni. Ó, oh, jó, ez egyedül volt. Mázli. Na, itt egy csomó van. Ó, oh, már vannak ilyen érzékelők. Hol van az az ember? Ott. Igen, ezek érzékelik a fertőzést. Most lehet, hogy csak minket. Ops, ezt nem így kellett volna. Még nyomtam az E-betűt. Az a helikopter is ott. Na. A rohanás vissza. Pedig nyomtam azt az E-betűt is. Na mindegy. Úgy tűnik nem érzékelte. Ja, itt helyben jó, hogyha megkonzumoljátok. Jó, ez most nem fontos. Ó, természetesen egyből köröznek. Hát miért köröznek ezek még mindig? Na. Puhú, oda pörköltek ám az embereknek. De miért a civileket lövik szét? Elég idióták. Ennek csak lesz valami a teteje, hogyha ennyire magas. Hát, hogy tűnik nincs semmi se a tetején.
Au! Íj! Ez eléggé durva landolás volt. Enter gentek. Erre a küldetésem egyáltalán nem emlékszek, már marha rég volt. Ahogy ne! De! Ezt nagyon nem szeretem, ezt a küldetést. Elizabeth Green. Végül is, ha minél hamarabb túl vagyok rajta, annál jobb. De szép vagy. Wow. Köszi. Azt mondta, hogy én vagyok az anyád. És most ránk uszít egy halom huntert. Akik ellen ilyenkor még eléggé esélytelenek vagyunk. De szép vagy. Jó, most katonákkal nincs időm foglalkozni, mert ezek üldöznek. Nyami! Yes, private, you're guarding a hole in the fucking roof. Containment's at a military base. És igen, ezek folyamatosan követni fognak minket. És igen, ezekénket nem fognak békén hagyni. Hú, és igen, most ide be fogunk jönni, és itt fogjuk megkonzumolni az első ilyen huntert. És ezért kellett az R-kick. Ugyanis az megkönnyíti a dolgomat. Ne lőjétek már szitává a prédámat. És így kapom meg a karmokat. Jó, majd ezt is ki kell fullozni. És most jön, kérem szépen, még több hunter. Amúgy egyre több fog jönni, úgyhogy ne ezeket öldököljétek, hanem az a küldetést kell csinálni. Mi a f... Mami, ezek nagyon-nagyon ütnek. Még jó, hogy ide rakott nekem pár katonát. Ja, ez a konzumolás, ez nagyon ott van. Ó, oh, nem a jégszen a hullára gondoltam. Na, nem kell semmit csinálni még. Na, ezt is meg tudom már konzumolni. De rengeteg életerőt ad, hogyha egy ilyet sikerül megkonzumolni.
Ennyit már nem lehet megölni. Wow. Na, úgy tűnik a katonák is akcióba léptek. De még mindig nem adta meg az új küldetést. Úgy tűnik, mégis darálni kell őket. Ciao. Amúgy igen, karmok nem éppen a legerősebb fegyverek. Abból lehet is tudni, hogy az legelején kapjuk meg őket. Amúgy ez is egy jó taktika, amit most itt csinálok. Ugrálunk körbe-körbe és daráljuk őket. De igazából... Á, nem, ezeket még nem tudom megkonzumolni. Wow! Segítség, ezek körülvettek. Úgy tűnik még 3 Huntert kell megölnöm. Ez nem ér, így nem tudok konzumolni. És csak engem akarnak. Rendesen rámuszította őket az anyám. Jó fej. Mi a... Na, egy kis életerő végre. Még mindig 3 Huntert meg kell ölnöm? Már 4-et. Yeah. Imádlak. És ezek amúgy sosem fogynak el. Nem, te! Hogy fél ember itt így szépen idejön. Na jó van ám! Na, tényleg kezd már elegem lenni a dologból. Igen, most már ezeket kell elpusztítani. Azokat ott így ki kell iktatni. Yeah. Oh, basszus, mennyien dög van itt. Meg itt is van. Na, objective complete. Yeah! És hát elég nem egyszerű küldetés, ha nem tudjuk, mit kell csinálni. Mert először nekem nem esett le, hogy mit kéne csinálni. És igen, így néz ki, amikor lerombolunk egy bázist, akár kaptár, akár pedig... akármilyen kis ilyen földiszállás. Hát remélem, hogy azért rendesen kapok. 20 upgrade! Az igen! Lesz mit fullozni. És igen, ezért maradtam egy küldetésnél, egy videó, egy küldi, azért így maradtam, mert... hogyha két küldetés vinnék, már minimum másfél órás lenne a dolog. Ki tudja, milyen hosszú küldetéseket kapok mindig. Yeah. És most már vannak itt karmok is. Eléggé hasznos dolog azért. Nagyon gyors. Ja, igen, itt jelzi, hogy milyen eventek vannak, és hogy teljesítjük őket. Hogyha zöld az event, akkor azon még nem vettél részt.
Ja igen, hogyha így üt... Hogyha így ütünk egyet, akkor kettészeljük az áldozatot. Na. Ajha, 250 ezer LP. Az jó, akkor tuningoljunk. Mik vannak itt? Ground Strike. Hammer Fist Power. Thermal Vision. Hammer Fist az mindenképpen. Smackdown. Ground Strike. Hát amit látjátok, eléggé hamar el fog majd fogyni ez a pár LP. Thermovision, igazából én sosem fogom használni, de azért megveszem. Erdes Double, igen, ez mindenképpen. Még mennyi van? 25 ezer, mi van itt? Air Recovery. Ja, hogyha esetleg fölöknek minket a levegőbe, akkor vissza tudjunk állni. Akkor futási sebesség, még mekkora tudunk ugrani. Ez 30 ezer, nekem meg 25 ezeren van. Hát ez nem jó. Na, itt valami 24 ezerért van. Ja, igen. Egyik kedvenc. Éj, futás közben el lehet hajítani az áldozatot. Ja, tényleg nem sok értelmét találom, inkább ez. Hát igen, itt lehet gyúrni a dolgokra, mert ennyi upgrade-ot egyszerre lehetetlen megcsinálni. Jó, most így magyaráz, hogy hogy milyen képességeink vannak, amiket most ugye megvettem. Meg most ezt vettem meg. Ez az elég erős egy támadás. Hogyha körülvesznek a zombik minket, akkor hasznos tud lenni. Ja, a levegőben ezt még nem tudom használni. Meg Thermovision, ott igazából... Thermo, szóval az emberek testhőmérsékletét látjuk. Amint ott látjátok, ott... Vagyis egy itt így jelzi őket. Katona. Igazából nem sok értelmét találom a dolognak. A legutóbbi ember, akit megkonzumoltam, minden bizonnyal katona volt. Igen. És vissza kéne nyomnom az életerőmet. Hogyha már jó sok eventet is kaptam. Viszont ott van egy ilyen repkedős event, az nagyon jó. Remélem egy erdes elég hozzá. Itt az elején még nem tudom milyeneket kapok. De ugye az ilyen repkedősök azok marha jók. Fölmész egy magas épület tetejére, és akkor az a cél, hogy van egy kör, és annak minden, amennyire tudsz, annyira a közepébe landolj, és megvan, hogy hány méterre a közepétől kell lenned. Ahhoz, hogy aranyérmet kapj, meg ilyenek. Itt is volt egy pár darab ilyen pont. De hogy mindenféle event van, konzum event. Az igazából olyan, hogy járkálni kell a várost, és ki vannak jelölve ilyen célpontok, akiket meg kell konzumolni. És ott nincs olyan, hogy aranyérem, meg egyéb ilyen érdekességek. Sajnos ott nem. Ott viszont csak szimplán eltűnik az event, mert teljesítetted. Ó, ilyen magasan én már félnék. Yeah. Ez komoly egy érkezés volt. Ja, én ma valószínűleg ez lesz az utolsó videóm, mert a renderelés az eléggé sok időt elvesz. Ja, amúgy Camtasia 7-tel fűzem össze a videókat, mert a Fraps így 4 gigánként eldarabolja. Szóval, hát Camtasia 7-et használok ahhoz, hogy rendesen föl tudjam rakni a videót, meg az Aviba konvertálja át egyből. És ez azért eléggé jó. Hát... Ja, ott egy checkpoint, vagy egy ilyen kék izé-vizé. Jaj, de szerintem a repülés is elég. Na, kész is. Arany. Hát ez még nagyon egyszerű volt. Yeah. 6600 LP-t nyertem ezzel. Hát nem épp a legtöbb.
viszont ott van egy ilyen kis kék pont. Viszont majdnem 40 ezer LP-n van így. Ja, mondjuk konzumolással is kaptok egy minimális mennyiségű LP-t, szóval akár azt is csinálhatjátok. De én maradok ennél a kék pont gyűjtögetésnél. Ez a legjobb. Ja, igen, itt volt egy küldetésünk. Hát nincs annyira kirobbanva az oldala az épületnek, amennyire a videóban volt. Ja igen, itt vannak ilyen hidak, amiknek a vége le van zárva. Ha ott tovább mentek, egy ilyen repülőgép elkezd rátok tüzelni, és se perc alatt meghaltok. Én már jártam, úgyhogy meg is haltam. Nincs esélyünk elmenekülni, folyamatosan tüzel ránk. Egy olyan terébe talál, és az egész életerőtöket lekapja. Ez a szabadság, ez hihetetlenül jó. Ah, ott van egy lila. Aha. Most a bombákról beszéltem, amik így a katonai bázisokon vannak, ilyen nagy rakás bomba, egy ilyen... Hát nem is tudom, hogy mi az, ilyen dobozszerűség. Na az a lényeg, hogy azok tele vannak bombákkal. És hogyha azt eldobjuk, az sokkal jobb sebzést okoz, akárminek dobjuk neki. Mert robban is, mikor neki csapódik. Ennyi volt a lényege igazából annak, amit odaírt. Ez most hol van? Azért nem láttam ezt a zöld zébizét, mentek egyet. Négyesre mindenképpen. Start. Jó, 21 másodpercen belül kell teljesíteni. Oda! What? Nem oda. Így. Á, 21 másodperc már nem lesz meg. Eléggé kevés volt itt. Ha nem estem volna mellé, akkor meg lenne az arany. Ah, ezt most újra. Most már tudom, hogy kell ugrani. És remélhetőleg nem cseszem el. Jaj, pedig sikerült. Na, ugor. Hát ez nem jött össze. Az a landolás azért még befigyel. Hát 25. Jó, jó lesz ennyi. Így is lesz 57 ezer LP-m. Na akkor upgrades. Hát annak igazából nagy hasznát nem venném. Ez mi? Jaj, ennek a kiegészítése. Hát így is meg tudnám venni, de nem. Ez az, ez kell nekem. És kölyök. 3000 LP volt ez. Na, mi ez a vehicle? Weapon... Ja igen, hogy a fegyverkezelés meg ilyenek. Majd olyan is lesz. Health post. Ja, gondolom életerő. Most az ugrálás az azért mégiscsak jó lenne. Nagyon lehet ugrani.
Ez nem annyira fontos nekem most, az ugrálás a lényeg. 24 ezer. Hát abban durván semmit nem tudok venni. Legalább a Powers-nél megvan az összes, ami most lehet. Hát ezt majdnem meg tudom venni. De hát ez van. Na. Yeah. Most visszamegyek a küldetéshez. Hát nem sokkal nagyobbat ugrok így. Végülis azért már tűrhető nagyság volt. Nem, a legelején az brutálisan kicsi volt az ugrás. Már ezt pont én mondom. De mármint úgy értem, Alex Mercer méretben kicsi. Én közel nem ugrok akkor át, mint ő. Na, jaj. Ott, annak a közepén szokott lenni egy ilyen kék izé. Most nincs. Ez érdekes. Ott van egy ilyen konzum event, ahogy látom. Yeah. Ez mennyire van messze az a konzum event? Legalábbis azt hiszem az. És megnézem itt. Hát, ja igen, azt az eventet ismerem. Azt ezen a szinten még nem tudjátok megcsinálni. Legalábbis én nem tudtam, mert mindig kinyírtak a végére. Ohoho. 22. A 200-ból végül is. Másik mentésemben 150 valamennyi van meg. Bár lehet, hogy már megvan a 160 is. Na, úgy tűnik több nem jelent meg így küldetés alkalmával. Na, akkor ennek a résznek itt a vége szerintem. Más már nem akarok csinálni. Legalábbis így a videó keretén belül. Nem, az nem kék. Ez meg hogy jön most ide? Ja igen, most magyarázza, hogy kell fegyvert fölvenni, balklikkel tüzelünk, de igazából eléggé könnyű vele célozni, mert automatikusan célbe veszi az ellenséget, hogy a tabot nyomtok azzal, meg még rá is segítetek. Yeah. Na, ha esetleg kérdésetek lenne, vagy tippetek, hogy játszam ki valamelyik küldetést, vagy akár az egész játékot, akkor írjatok YouTube-ra egy kommentet, vagy az e-mail címemre egy levelet, vagy pedig YouTube-ra szintén egy levelet. Sziasztok!